sportújságíró, futballnagykövet, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szőlősi György a vendégem a Pesti TV identitás erősítő portré műsorában a Mi vagyunk a magyarokban. Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogyha nem haragszol meg, én egy ilyen aktuál politikai kérdéssel kezdeném a beszélgetést, sportújságíró vagy sporttal foglalkozol, de azon sport sportújságírók közé tartozol, akik azért a politikai véleményüket is elég gyakran elszokták mondani. Márkizai Péter nem is olyan régen bejelentette, hogyha esetleg úgy alakul, hogy kormányra kerülnek, akkor ismét stadion stoppot hirdetnek, lehet, hogy olvastad, hallottál róla. Volt már ilyen próbálkozás Karácsony Gergely esetében, hogy szerinted miért van az, hogy időről időre előkerül ez a stadion ellenes hangulat, amit próbál a baloldal gerjeszteni. Köszönöm szépen is a meghívás, nagy megtiszteltetés a vendégeit sorába kerülni, és köszöntöm a, a nézőket is. Annyira kell talán komolyan venni ezt a stadion stoppot, mint a legutóbbit. Karácsony Gergely <síns> akinek egyébként addig a kerületében, ahol polgármester volt, épült a puskás aréna, csak ezt valószínűleg nem, nem vette észre, vagy nem tudta, hogy az a kerületében van, vagy nem tudom. Vagy hogy az a puskás aréna. Mondta, hogy majd ha, majd, ha a főpolgármester ezt akkor leállítja. Aztán néhány hónap elteltével meg a lelátón fényképezkedett, amikor a magyar válogatott játszott ott Európa bajnoki mérkőzés, és talán soha ilyen nagy léptékű sportlétesítményfejlesztés nem zajlott a fővárosban, mint éppen most. Igaz, ehhez neki személyesen nem sok köze van, annyi az érdeme, hogy végül is nem tudta leállítani ezeket, a, ezeket az építkezéseket. Épül az atlétikai stadion, a napokban lett kész a Európa hetedik legnagyobb sportcsarnoka, ahol kizirabda Európa bajnokságot rendezünk. Úgyhogy és, és, hogy ez miért, miért egy, 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 népszerű politikai hívószó, vagy népszerű politikai hívószó a stadion stop, és népszerűtlen a stadion építés. Hát ez az, ami nekünk futball foglalkozó embereknek, sportúságíroknak tulajdonképpen az egész életét kitölti, hogy, hogy, hogy lett az, hogy amíg a magyar futball szó összetétel a világban még mindig valami varázslatos, valami különleges, valami világszínvonalú dolgot jelent, idehaza szitok szóvá változott, és hogyan lettünk a világ egyik legjobbjaiból, a futballkultúra alakítóiból az egyik Legszerencsétlenebb futball országa Európának mondjuk az ezredfordulóra. Az, az egy hihetetlenül érdekes kérdés, millió politikai, társadalmi, történelmi vonatkozással, de tényleg ez történt, hogy amíg mondjuk a, a népstadion építésének a gondolata, a háború után egy rendkívül népszerű dolog volt, és nem csak a kommunista párt programjában szerepelt, hanem minden párt programjában, és már úgy voltak akkor vele az emberek, hogy évtizedek óta akarták, csak ugye olimpiát szerettünk volna rendezni, az első világháború romba döntötte ezeket a terveket. Már, már, már a világháború előtt már Rudi Gyula írt arról, hogy az Óbudai szigeten kellene a nemzeti stadiont megépíteni, aztán készültek különböző tervek, volt egy olyan Terv például, hogy négy nagy oszlop szimbolizálta volna az elszakított területeket a két háború között. Volt, volt akkor is egy nagyon nagy arányú és nagyon sikeres stadionfejlesztési program, ez a Klébezberg-féle nagyon komplex kulturpolitikának az egyik fontos ága volt, a sporttörvény, a testnősi egyetem, a sportkórház létrehozása, ezeknek a száz éves évfordulója közeleg. A 20 évek derekán történt mindez, a építése a Margit-szigeten, a műjégpálya építése, és hosszan lehetne sorolni amellett, hogy persze egyetemeket kellett létesíteni a határon túra került egyetemek helyett, hogy, hogy az analfabetizmus felszámolására elindult egy hihetetlen nagy vidéki, tanyasi iskolaépítési program, és így tovább, és így tovább. Most csak a sportról beszélnék röviden. Hatalmas sportfejlesztésbe kezdtünk, kezdett az ország, abból a filozófiából kiindulva, hogy a korábbi gazdasági, politikai, katonai sikerekre egyelőre nincs esély, de a kultúra, a tudomány, a sport területén meg tudjuk mutatni, hogy mégiscsak vagyunk valakik, és ez egy nagyon sikeres program volt, tulajdonképpen másfél-két évtized alatt sport nagyhatalommá váltunk. A 36-os berlini olimpián harmadik lett Magyarország az éremtáblázaton, két évvel később a futball vb n ezüstérmet nyertünk, tehát megmutattuk, hogy, hogy másfél-két évtized alatt egy ilyen programot sikerre lehet vezetni. Ennek része volt akkor is a létesítményfejlesztés, része volt akkor is az a törekvés, hogy hozzunk ide minél több világversenyt, ahogy most épült a Duna aréna és idehoztuk a vizes vb úgy mi rendeztük az első úszó EB-t annak idején a Margit szigeti Hajós Alfred úszadában, amit Hajós Alfred tervezett, akkor még nem róla volt elnevezve, az első olimpiai bajnokunk, az sport első olimpiai bajnoka, és ennek a nagy arányú létesítményfejlesztési dömpingnek lett volna a vége a nemzeti stadion gazdasági világválság volt, jött a második világháború, ez sajnos elmaradt, de a háború után, miközben ezernyi feladat volt az újjáépítésben, mégiscsak ott volt az első helyek egyikén, hogy, hogy nemzeti stadion, és aztán ez lett a népstadion, és akkor nem, hogy nem volt ez egy szitok szó vagy egy, vagy egy népszerű dolog ellenezni a stadionépítést, hanem valójában tódultak az emberek, nem csak a aztán persze nagyon felerősített propaganda miatt, de valójában tódultak az emberek társadalmi munkában a stadiont építeni, mert akkor pont az ellenkezője volt a, a, a népakarat. Aztán ez nagyon hosszúra nyújtaná a beszélgetésünket, és nem is ragadok le tovább ennél a, a témánál, de ahogy, ahogy először, meg, először úgy tűnt, hogy teljesen elszigetelődünk, lezárták a határokat, leereszkedett a vasfüggöny, Sárosinak, Zsengelérnek még sikerült, ők még legálisan mentek el, Kubala már illegálisan szökött át a határon. 49 legelején, aztán 49-ben a fél csapat elment volna, volt egy nagy diszidási kísérlet, de ezt lefülelték, Lorán Gyula szervezte, őt bevágták a kistarcsa internáló táborba, onnan kellett aztán kikönyörögni őt. Szóval leereszkedett a vasfüggöny, és úgy nézett ki, hogy nem nagyon lesz itt nemzetközi sportélet, meg profi sport egyáltalán, hanem ez a kényszerű amatőrizmus, a szovjet mintájú átszervezés következik, és 51-ben például három meccset játszott a válogatott, abból egyet külföldön, azt is Csehszlovákiában. Ez volt az az esztendő, amikor Szűcs Zsándort kivégezték, hogy megüzenjék az összes éves sportolónak, hogy nehogy eszükbe jusson külföldre menekülni. Csak aztán a Szovjetunió úgy látta, hogy a hidegháborúnak egy remek terepe lesz a sport, és sikra szálltak, és beszálltak ebbe a versenybe, és az 52-es olimpiára már beengedték őket, mint a háború egyik győztes szuperhatalmát, és ekkor lett nagyon értékes a kommunista rezsim számára a két háború közötti időszakból örökölt, hihetetlenül tehetséges sportolói és szakember gárda, akik fiatal emberek révén, lévén persze rendkívüli veszteségeket szenvedtek, mint ahogy az egész ország Donkanyar, Holokauszt, kivándorlási hullám, de így is olyan, olyan fantasztikus erő volt ebben a generációban, hogy aztán helsinki újra a harmadik helyen voltunk az éremtáblázaton, 16 aranyéremmel, amit az azelőtt se azóta nem nyert Magyarország, és az aranycsapat is ott lépett színre a világ számára, mint, mint olimpiai bajnok futballválogatott, és ebből a helyzetből aztán, aztán elképesztő természetellenes módon túltolták a, a, a propagandát, mindent a futballsikerekre építettek rá, világbajnoki műszakokat rendeztek a gyárakban, és, hm. és, és egyértelmű párhuzamot vontak a szocialista típusú berendezkedés és a válogatott sikerei között ami egy darabig nagyon jól működött, mert a csapat mindig nyert, és mindig azt lehetne mondani, hogy lám, mi az olaszoknál és az angoloknál is jobbak vagyunk. Meggyőződésem egyébként, hogy az angol meccs létre sem jött volna, ha Stalin nem halt volna meg annak az évnek a, a tavaszán, mert túl kockázatos, túl bizarr gondolatnak tűnt az imperializmus fészkében kockáztatni a magyar csapat veretlenségét, de létrejött, még tovább növelte a csapat nimbuszát, még nagyobb, ö, ö, felelőtlenséggel, később azt mondom, pakolt rá mindent és tett föl mindent egy lapra a kommunista propaganda, aminek aztán a futball itta meg a levét, visszafelé sült el a fegyver a VB döntőben, amikor, amikor a legnagyobb volt a tét és amikor a legnagyobb lett ezután a csalódás, pont akkor ö, szenvedett vereséget a válogatott, hiszen csak egy sportról van szó, csak egy játékról van szó, ahol nem lehet garantálni, hogy mindig, bármi nyerni, megtörtént. mindig nyerni fog a csapat. És, és így aztán kegyvesztett lett a politika, elengedte a kezét a magyar futballnak. Ennek egy roppant erős jelképe volt a régi népstadion, amelyik félig elkészült, gyerekkorunkból emlékezhetünk, talán még te is emlékszel rá, voltam hogy voltam is, hogy bár nagyon szerettük, nagyon nagy élményeket kaptunk, de, de azért, azért furán mind... nézett ki, hogy az egyik oldala az, az ugye te teljes voltak, így van. a másik oldalon pedig nem. Így van, az ember mindig úgy, úgy érezte, hogy ez, ez nincs kész, vagy nem tudom. és amikor <laughs> átadták, maradt. azért adták át, mert már öt éve épült, és borzasztó kellemetlen volt, hogy minden határidő kitolódott, és nem sikerült befejezni, és akkor végül 53. augusztus 20-án átadták, Félkész állapotban, azzal, hogy nem sokára befejezzük. Csak 54-ben elvesztettük a VB döntőt, történt, ami történt. A, a párton belül maga Farkas Mihály, aki a futball miniszter volt, aki a leginkább tündökölt a futball sikerek fényében, az ő ö, helyzete is megrendült, és ebben a pillanatban vége lett a futball ö, politikai támogatásának. A népszadjont soha többé nem fejezték be, még csak karban sem tartották és azzal, hogy 56-ban a legnagyobb sztárok elmentek az országból, Puskás, Kocsis, Cibor, a csatársor három nagyszerű játékosa az aranycsapatból, meg még egy csomóan egyébként több mint tízezer igazolt futbalista, Kalmár Jánő, a honvédedzője, a komplet ifjúsági válogatott, és így tovább. Ezzel még inkább kényelmetlen téma lett 56 után, pláne, hogy sikeresek voltak az emigrációban ezek a játékosok. Maga Kádár János egyébként börtönben volt az Aranycsapat sikerei alatt végig, tehát neki minden személyes oka is megvolt arra, hogy görcsbe ránduljon a gyomra, amikor meghallja a 6-3-at vagy a Helsinki Olimpiát emlegetni. Farkas Miáj volt talán a legnagyobb riválisa az 50-es években a párton belül. Ő az, akit, akit Leginkább félretettek, talán, vagy a legrövidebb úton kicsináltak, vagy talán az egyetlen olyan kommunista vezető, aki, aki valóban nem rúgott már labdába 56 után, vagy aki, aki valóban háttérbe szorult. Sőt, ezek persze a politikai vonatkozások, de az eredeti kérdésedre visszatérve, hát ez a helyzet, hogy utána elkezdődött a futballnak egy ilyen lesajnálása általános értelmiségi akkor, attitűd akkor lett. Akkor hogy... ez a, a magyar foci, és akkor arról hogy ne is beszéljünk, mert hogy, az a, tehát hogy, hogy a magyar foci, és tényleg, ahogy te is fogalmaztál, ilyen szitok szóvá. Igen, a, a Hofi Géza, aki ugye tudjuk, hogy azért a kemény odamondogatásai, azok mind nagyon kontrollált és nagyon tudatosan kiszámított odamondogatások voltak. Talán a 72-es szilveszteri kabaréban, ő volt az első, aki úgy beszélhetett az arancsapatom, egy népszerű téma volt, jó pofa volt, hogy így nosztalgiázik, de, de az egész műsorszámnak az üzenete az volt, hogy, hogy a mai futballisták azok aztán kutyaütők, ugye Albert Floriánt kifigurázta, hogy csípőre teszi a kezét, az egyetlen magyar aranylabdásról beszélünk, akinek ma szobra van a fradi bejáratánál, de egészen elképesztő hangrendben és stílusban írt róla a magyar sajtó, meg, meg, meg szitta például őt magát is, de akkor még az olimpián ezüstérmesek voltunk. Az Európa-bajnokságon a legjobb négy között voltunk, és mégis a. Már az, a, már akkor, tehát hogy ezzel az eredménnyel is szintén. Igen, Hoffi arról beszélt, <tosz> hogy miért nem mennek el a bányában, meg dolgozni. Szóval ilyen, ilyen, ilyen... Akkor be... Megy... az lényegében a kommunizmus már beépült az emberekbe, ez a mai attitűd a focihoz. Akkor kezdődött, szerintem Véganta pályafutása, Moldova György pályafutása is közrejátszott a futballnak ebben a lejáratásában, meg mosolygásában, nevetségessé tételében maga Kádár János azt mondta egy nem sokkal 56 után egy azt hiszem budapesti párt aktíva értekezleten, hogy nem olyan fontos nekünk az, hogy a futballban világbajnokok legyünk, nem kell, hogy itt több tízezer ember összejöjjön és ne adj Isten kommunista ellenes rigmusokat skandáljon, kaptak egy nagyon nagy leckét az 54-es VB döntő után, nem véletlen, hogy annyira erőteljesen a futball ellen fordultak a vezető kommunisták, mert váratlanul az 50-es évek rendkívül szigorú világában, ahol ilyen korábban föl vetődhetett, kitódult több ezer ember az utcára, illetve a Dépstadionból, ahol közös meccs hallgatás volt, a városközpont felé igyekvő szurkolók kirakatokat törtek be, népsportszékházához mentek, a rádióhoz mentek, tömegtüntetések voltak, és akkor szitták először a rendszert ilyen nagy tömegben nyilvánosan, és, ez, és erre nem voltak fölkészülve, erre nem volt forgatókönyv, ez is gondolom, hogy 56-ban már volt, például a Hakos utéri sortűzre gondolunk sajnos, és így fogalmazott Kádár János, hogy 70 ezer ember közé lövetni nem tréfa dolog, mondta kis, vagy nem is annyira kicsi cinikusan ezen az értekezleten. És hát általában a, a, nekünk a kommunizmusunk is olyan volt, hogy talán a leginkább internacionalista kommunizmus volt, mert Jugoszláviában fontosak voltak a csapatsportok, hogy a jugoszláv érzést erősítsék, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, vízilabda ablabda, vízilabda, tulajdonképpen minden csapatsportban ott voltak a legjobbak között, ö, olimpi, téli olimpiát rendeztek, futballerbét rendeztek, vagy Romániában... Ö, megint csak egy nacionalista, kommunista rendszer épült ki, és, és, egy kimondottan magyar ellenes és a román nemzeti érzést erősítő rendszer, ahol például azt a Bukarest, más kérdés, hogy magyarokkal a soraiban és Jene Ibrével a kispadon, de az első kelet-európai meggyőztes csapat lett. Szóval még mi a, 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 szocialista táboron belül is a mi futballunk nagyon mostó a helyzetbe került. Ezt fontos hangsúlyozni, amikor összehasonlítanak minket a mai horvátokkal, miközben az egykori Jugoszláviából kiengedték a játékosokat, az edzőket, benne voltak a nemzetközi vérkeringésben, támogatta Jugoszlávia a futbalt, vagy a román példát említettem, Csehszlovákia ugyancsak Európa bajnok volt 1976-ban, tehát mi a szocialista táboron belül is, ahol egyébként miközben nyugaton megjelent a tévé és ennek révén a rengeteg pénz a futballban, ez a fajta fiaci lendület, ez nem volt persze keleten jellemző, de még, a, de még a keleti hasonló országokhoz képest is sokkal rosszabb helyzetbe kerültünk, de azért annak, hogy mi voltunk a legjobbak az előtt. Tehát így, így változott meg a magyar futball, és a magyar futball megítélése egy fél évszázad alatt, hogy a, amire a leginkább büszkék lehettünk a 20. században, a futballunk és az arancsapatunk azt tulajdonképpen egy, mondom, egyfajta értelmiségi attitűd volt megmosolyogni, lesajnálni, kinevetni. Még a 2016-os ebbén is találkoztunk ezekkel a hangokkal, hogy amikor kitodultak az emberek, spontán módon a futball újra összehozta az embereket, és megmutatta, hogy semmi más nem képes ilyen hihetetlen Módon közösséget kovácsolni. Akkor is volt néhány olyan publicisztika, hogy hát ez nevetséges, mi ebben a jó, most azt ünnepeljük, hogy nyertünk egy meccset, miközben kiestünk, és itt tovább, és itt tovább. És egyébként ez az erős kötődés az általad elmondottak, és itt a, a, a történelmi skálán felvázolt általad elmondott dolgok is jól mutatják, vagy legalábbis én azt tudom leszűrni belőle, hogy a sport iránti vonzalmad az onnan kezdődik, hogy a sportot történelmi szemszögből figyelted már fiatalkorodban, vagy, vagy hogy honnan ez az erős kötődés a sport újságírás iránt, és kérdezem ezt mondom úgy, hogy érezhetően nagyon erős történelmi kötődésed is van hozzá, vagy a történelmi része is nagyon érdekel. Hát igen, most, amikor, amikor a hagyományos értékek mind megkérdőjeleződnek, és vagy nagyon sokan megpróbálják megkérdőjelezni nemzeti hovatartozás család, Kötődés, nem identitás és így tovább. Akkor, És most már látjuk egyébként a sporton belül is, amely ben talán még mindig, mindig elég jól érvényesülnek a hagyományos értékek itt, még mindig objektív mércék vannak, objektív eredmények vannak, egészen addig, amíg mondjuk férfiak nem indulnak a nők között. és Van. ilyen Sajnos ez már napi valóság. De itt is éppen azáltal, hogy először a klubok etnikai összetétele keveredett össze, most már a válogatottaké is tulajdonképpen, sőt van akik szerint nem is kellene válogatott meccseket rendezni, voltak olyan hangok már 2006-ban, hogy idejét múlt dolog német zászlót lobogtatni a német stadionokban. Már 2006-ban? Szurkol, igen, szurkolni a válogatottnak, mert ez kicsit a cikki, meg olyan, meg olyan nacionalista. És és nyilván a szocializmusban is az egyik olyan mencsvár volt a sport, ahol ahol az ember úgy érezte, hogy hogy megélheti a nemzeti önazonosságát, hogy hogy szurkolhatunk a magyaroknak, hogy örül, közösen örülhetünk a magyar sikereknek. A családok vitték tovább nyilván ezt a hagyományt, nyilván én is édesapámat láttam, hogy nézi a sporteseményeket, hogy mesél róluk, hogy mesél az aranycsapatról, és így tovább. De valahogy pont ez a ez az arancsapat sztori, és ennek az a része, hogy ezek az emberek, akik elmentek Magyarországra, ezek milyen hihetetlen sikereket értek el az emigrációban, és hogy erről mennyire keveset tudunk, valahogy ez az, ami már nagyon korán megérintett. Emlékszem, aztán a nővérem vette meg édesapámnak, Hámori Tibornak a puskás könyvét, ami az én információim szerint 400 ezer példányban fogyott el Magyarországon, amikor megengedte a hatalom, hogy lehet már puskásról beszélni, meg hazajöhet ugye méltó körülmények között és a apám úgy olvasta, reggelinél elmesélt, hogy, hogy, éppen mit olvasott, elcsentem tőle, én is elolvastam, és újságoltam a, a sótéren az egyik srácnak, hogy te tudtad, hogy Puskás Öcsi játszott a Real Madridban, is, és, és csapatok Európa kupáját nyert, de hogy is ne a Real Madridban egy magyar játékos, tehát annyira, Ennyire nem lehetett. alig néhány évtizeddel voltunk túl ezeken az eseményeken, de a hallgatás, a, a Állami propaganda annyira el, elhallgatta, eltávolította tőlünk ezt a történetet, hogy, hogy ez nem volt egy köztudott dolog. Szerintem ma puskás ügyben, a mai gyerekeknél sokkal jobban állunk. Hát az egyértelmű, tehát ma már szerintem az, hogy a, a fiatalok, szerintem a gyerekek tisztában vannak azzal. Na de hogy pontosan hogy is jött ennyire erősen ez a puskás vonal az életedben, ezt a gyors reklám után megbeszéljük gyors szünet, és mindjárt jövünk vissza. És ahogy ígértem, már itt is vagyunk, ma este Szölesi Györgyel beszélgetek. Ott fejeztük be a beszélgetést, hogy tényleg, ahogy említetted, hogy a te gyerekkorodban az, hogy valaki mondjuk tudta, hogy Puskás Ferenc a Real Madridban focizott, az már ritkaságnak, ritkaság számba vehető volt, ma pedig szerintem azért az emberek jelentős része az tisztában van azzal az óriási nagy örökséggel, amelyet Puskás Ferenc hagyott ránk. Ez köszönhető egyébként például könyveknek, olyan könyveknek, amelyeket te is írtál, vagy leg, nekem a legújabb élményem az a Puskás musical volt, ami egy tehát ha műfaját tekintjük, valami őszintén, nem vagyok egy nagy musical kedvelő, de olyan hatással volt rám az a, az a darab Szabó László közreműködésével, ő volt a producer ennek a produkciónak. Egy, 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 az ember ilyen érzelmi hullámvasútban volt végig a, a produkció során, tehát ha, hatalmas élmény volt. Szóval, hogy Puskás Ferenc örökségét gondozni és, és beszélni róla, miért fontos ez a mai magyar embereknek, a mai korban? Ja, no, azt verték belénk, és, és, hát ezt is éltük át jó részt, hogy a 20. század az egy veszőfutás volt a magyarság számára, elveszített világháborúk, trianoni trauma, holokauszt, kommunista terror, kivándorlási hullámok, és itt tovább. Tényleg az a csoda, hogy, hogy megmaradtunk és talán az is volt a cél, hogy nem maradjunk meg. De most már történelmi távlatból, ha visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy Klebensbergéknek mégiscsak rendkívüli nehéz körülmények közötti hatalmas erőfeszítéseik azért sikerrel jártak. Hiszen valóban a tudomány, a művészet és a sport területén produkált olyan dolgokat Magyarország és a magyar nemzet, amire történelmi távlatból is büszkék lehetünk. És ha az Aranycsapat és Puskás történetét nézzük, akkor az egy 20. századi világra szóló magyar sikertörténet. És tulajdonképpen ez a Musical üzenete is, ami egyrészt a műfajtól én is kicsit tartottam, másrészt most azt mondom, hogy nagyon jó dolog, hogy egy új műfajban újabb nemzedék. Nagyon, jó, nagyon jó volt, e, óriási élmény volt. Ezt az üzletet eljutatni, és azon túl mi, mi, nyilván nyitottak vagyunk, és, és elkötelezettek vagyunk ebben a témában, de ha a mai gyerekeket nézem, hogy őket is megérinti, most már a lányaim mondják az arancsapat összeállítását, tőlem sosem, fogad, sose fogadták volna el, ha meg akartam volna tanítani nekik, de a műzikelből megtanulták. Így van és hát nyilván sokan vannak most így, 30 ezeren látták, azt hiszem idén a legnézettebb színházi produkció volt, a Puskás Műziker, a nehéz járványhelyzet ellenére, és valóban könyvel, dokumentumfilmmel próbáljuk ezt az üzenetet tolmácsolni. Fontos hogy... kérdés, bocsánat, <hül> hogy filmel, tehát játékfilm. Így van, szerintem az, a, az aztán az a műfaj, amivel, amivel tényleg a legtöbb emberhez lehet majd eljutni, meg a leghatásosabb eszközökkel lehet ezt a történetet feldolgozni, amivel nem az a baj, hogy nem egy hollywoodi story, hanem inkább az, hogy ez, ez legalább három hollywoodi story, hiszen ha csak azt nézzük, hogy a kispesti szobakonyhás lakásból két szomszéd kisfiú elindul, és mind a kettő Bozsik világsztár lesz, így, így van, és mind az egyik az első százszoros magyar válogatott, a másik csapatkapitány a válogatottban, Bocsik József és, és Puskás Ferenc, ez önmagában egy Hollywoodi sztori. Ha azt nézzük, hogy hogyan kezdte újra Madridban Puskás, úgyhogy eltiltották, elhízott, gyomorfekéje volt, mindenki úgy volt vele, hogy maximum edzősködni fog, de játszani már, már, már biztos nem és akkor megrázta magát dacból, lefogyott hat hét alatt 18 kilót, Öztregher Emil elintézte, hogy a Real Madrid szoba álljon vele, meg a Real Madrid elnöke Santiago Bernabeu és egy olyan második pályafutást produkált négy spanyol királyi címmel, öt spanyol bajnoki címmel, három Európa Kupa győzelemmel, a bajnokok ligájának hívják ami egészen páratlan a sporttörténetében, de mondhatjuk azt is, hogy Kubala László és Puskás Ferenc elindult a 8. kerületből, szomszéd út vagy két saroknyira egymástól ö, születtek gyakorlatilag. Egyikük a Barcelona történetének meghatározó játékosa lett, a másik a Real Madrid történetének meghatározó játékosa. Kubalának szobra van a, a No Camp előtt, Puskásnak szobra van a Real Madrid edzőközpontjában, utca van róla elnevezve Madridban, Kubaláról Barcelonában, ez is egy hihetetlen párhuzam, és egy újabb hollywoodi sztori, és ezek igaz történetek. A, a kapcsolatban is Szabó és is, Szente Vajk is mindig azt mondja, hogy, hogy egyébként az a, az igazán nagy szám ebben az egészben, hogy ez igaz. Ez így történt. tehát, hogy ez úgy történt, ahogy ott, Igen, ott a, a színészek. A teljes reménytelenségből, kitaszítottságból, nincs telenségből, Puskás Ferenc egyszer csak a Real Madrid sztárja lett, ami, ami, hogyha, hogyha filmforgatókönyvként olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy túl sablonos, túl nyálas, túl hihetetlen ez az, történt. hogy valóság legyen, és ez, ez az ő esetében valóban megtörtént. És hogy miért fontos ez, ez egy olyan műfaj a futball, hiszen fantasztikus sportolóink, művészeink tudósaink voltak a 20. században de talán a futball az a műfaj ami, ami a leginkább amire a leginkább vevők a mai gyerekek is ha azt mondjuk, hogy Real Madrid ma is az első számú brand a nemzetközi fociban nem kell magyarázni, hogy miért nagy dologot futballozni. ha azt mondjuk, hogy egy bajnokok ligája döntőn valaki négy gólt rúg amit Puskás megtett és azóta senki, akkor nem kell a mai gyerekeknek sem magyarázni, hogy ez miért olyan nagy szám ráadásul a nemzetközi ilyen gyűjtemény is ott van. Dolgoztunk ezen is sokat, de hát persze Öcsi Bácsi a legnagyobb érdem gyűjtik a, a gyerekek ezeket a kártyákat. A FIFA videójátékban is ott van. A, a leg, legrégebbi olyan futbalista, akit még beemeltek ebbe a körbe, 300 millió ö, lányfiú ö, fiatal játszik ezzel a játékkal világszerte. Ők mind azért gyűjtögetik a pontokat, hogy megszerezzék a puskás kártyát ami nagyon sokat ér ebben a játékban. Volt olyan élményem Manchesterben puskás kiállítást rendeztünk, és még a angol kollégák rendezték be a vitrin, de már ki volt írva, hogy puskás, és volt ki néhány tárgy, és egy kisfiú visszaúszta az apukáját, hogy nézd puskás, és kérdezte az apukáját, hogy, hogy az ki. És a kisfiú mondta neki, hogy hát nekem megvan foci kártyában. Ő a, ő a legnagyobb góllövő. E, és emiatt aztán mindig kérdezik, hogy hát ez régen volt, ez ki fog kopni, ezt elfogják fel, már alig emlékszik rá valaki. Hát egyrészt ezáltal, hogy a fociskártyák, a FIFA játék, a FIFA puskás díj, ami egy mesébe illő történet, egy, egy futballszurkoló kitalálta, eljött hozzám a nemzeti sportba, megkértük Puskás Ferencnét, hogy írjon egy levelet a FIFA elnökének, és addig-addig hajtottuk a sztorit, míg a FIFA megalapította a, puskás díjat, és ezt, ezt legtöbbször egy aktuális világsztár kapja, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, de nem mindig. Neymar, nem mindig, de amikor igen, akkor, akkor, ezeknek a sztároknak a neve összefor puskáséval, minden újságban megjelenik a világon, és ez is segít, hogy fönnmaradjon a neve. Ez úgy van egy kicsit, hogy, hogy, aki klasszikus valamilyen műfajban, annak fönnmarad a neve, aki nagyon nagy értéket hagyott hátra az idő ahogy, a, a, ahogy, telik az idő, nem elhalványul a fénye, nem elfelejtődik, hanem egyre fényesebben világít, mert látjuk, hogy bizonyos rekordjait. Azóta se tudják megdönteni, hogy a magyar futball azóta sem járt olyan magasságokban, azóta sem volt ilyen játékosunk, aki egy, egy világ színvonó ilyen eredményeket ért volna el. És egyébként, bocsánat, hogy megszakítalak, hogy az a durva, én nagy Real Madrid drukker vagyok, emiatt követek minden fórumon Jó, követem a Real Madridot, és az a megdöbbentő, hogy a mai napig is, tehát nem tudom, legutóbb Puskás Ferenc halálának évfordulóján a Real Madrid minden social média felületén megemlékezett róla. Tehát, hogy a mai napig egy élő örökség, amit ő ott hagyott. Ez így van az ő. Te ő... személyesen nyilván ezt egy csomószor meg is tapasztaltad, amikor jártál a klubnál. Hát hogy ne, Florentino Perez, aki most az elnök, ő nagyon nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy a Real Madrid mítosz megmaradjon, és hogy a, tehát ő, nem mulasztja sosem az alkalmat megemlíteni, hogy akkor lett a Real Madrid a világ első számú futballbrendje, amikor Alfredo Di Stefano, Puskás Ferenc, Francisco Hento és a társaik azzá tették, és ezt ők nem felejtik el, és amikor nálunk az a felületes és bántó mondat gyakran elhangzik, hogy jaj, miért kell még mindig ez a múlt, még mindig ebből akarunk élni, van egy ilyen uh, klisé, ami internetes uh, fórumokon visszaköszön. Én mindig azt mondom, hogy, hogy bár ebből akarnánk és tudnánk élni, mi ezt elfelejtettük, szőnyeg alá söpörtük, letagadtuk, kitagadtuk, ugye maga puskás is personalon gráta Magyarországon, nyomozás indult ellene, a hatályos törvények szerint halára kellett volna ítélni, de ezt azért már nem merték megtenni. A Real Madrid az valóban élt ezzel a hagyományjal, és és azzal a hihetetlen tőkével, amit felhalmoztak ezek az emberek, és meg lehet nézni, hogy hova jutottak azáltal, hogy, hogy megvolt a folytonosság. A magyar futballkultúra legnagyobb problémája, hogy megszakadt ez a, ez a folytonosság, amikor az öltözőben adta tovább egyik generáció a másiknak ezt a kultúrát, amikor önmagában a közeg arra inspirálta ebbe bekerülő fiatalokat, hogy világszínvonalú produkcióval rukoljanak elő. Sajnos ez nálunk megszakadt, amikor mondjuk Puskása, és ez a leg jellemző példa, ezért ezt mondom, játszott a ö, Európa Kupa meccseken hétről hétre, ha ez ma lenne, adná a tévé, néznék a magyar gyerekek, ö, puskás felületú Real Madrid mezben rohangálnak az utcán, ö, ha olyan körülmények között lett volna puskás, hazajött volna a válogatottba, mint hogy nem jöhetett haza, és úgy volt sokáig, amíg Cristiano Ronaldo meg nem döntötte a rekordját, a válogatott gólok rekordere 84 góljával, hogy egyébként a pályafutásának az utolsó 9 évében, amíg a Real Madridban játszott, addig nem, nem szerepelhetett nem a, a, csapatban. a, magyar válogatottban, sőt két évig el volt tiltva, másfél évig, sőt a világháború miatt csak idézőjelben 18 éves korában kezdődhetett el a válogatott pályafutása, lehet, hogy már előbb válogatott lett volna, így az, mégis a, a második háború utáni meccsen már játszott, 45. augusztus 20-án. Úgyhogy hogy, 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 hogy miért fontos azért, amit a musical is üzen, és ez nem a futballról szól, hanem hogy milyen nagyszerű dolog magyarnak lenni, és hogy igenis van, képesek vagyunk világszínvonalú produkcióra, és Puskás egy olyan egyéniség, egy olyan figurája a 20. századnak, akit a tehetsége, képesített arra, hogy a a kommunista diktatúrából átmenjen a frankoféle Spanyolországba, meg aztán, a, meg aztán Görögországba, és mindenhol a, a tudása, a tehetsége lehetővé tette azt, hogy eltaláljon közvetlenül az emberek szívéhez, és és az, azért lehetünk nagyon boldogok, hogy őről az, azonosítják Magyarországot, és nem egy diktátorról vagy egy vagy egy kétesérű színésznőről, vagy nem tudom, mert az ő neve csupa olyan jelzővel forrott össze, mint a, a nagylelkűség, a zsenialitás, a virtuozitás, a, a, humor, a leleményesség, a szemfülesség, a siker, a magas szintű szakmai tudás, és ez egy nagyszerű dolog, hogy hogy ha azt mondjuk puskás, azt mondják rá Magyarország, ha azt mondjuk Magyarország, azt mondják rá, hogy puskás, és, ez, és minden ellenkező híresztése szemben ez nem halványul az előbb említett okok miatt sem. Az életed másik nagy szelete Puskás Ferenc ö, örökségének megőrzése mellett a nemzeti sport. Főszerkesztője vagy Magyarország legnagyobb múltú és legnagyobb presztízsű sport napi lapjának. Hát most lehetne egy ilyen egyszerű kérdésem, hogy mekkora a megtiszteltetés egyben, mekkora feladat ez? Ez úgy alakult, hogy ö, ö, nagyon rövid időn belül lettem lelkes olvasóból, aki a gimnáziumi padban óra alatt a nemzeti sportot olvasta, vagy a pad alatt. A nemzeti sport, hát azt nem hogy újságírója, de mondjuk gyakornoka. De ez már ilyen fiatal, ilyen 18. Éves, 18 éves koromban 18 éves pontosan. Éves koromban. És azért alakulhatott így, mert a, az érettség után nem vettek fel a magyar szakra, ahova úgy mentem volna viszont az akkor induló, mert korábban ugye nem volt, 56 után nem volt Magyarországon újságíró képzés, mert túl veszélyes szakma volt egyetemi szinten, hanem csak a MUOSZ politikailag elősen, mondom, politikával elősen átítatott tanfolyamai voltak. Amit és ez a mai szokott, napig is így van egyébként a MUOSZ eset. MUOS esetében. A MUOSZ esetében igen, az újságíró Azt... egyszer egy másik műsorban részletesen kéne beszélni, mert az is egy, egy nagyon érdekes és, és tanulságos kérdés engem, akit nem vettek fel a magyar szakra, rögtön automatikusan a Szegedi Egyetem felajánlotta, hogy akkor próbálkozzam meg az induló újságíró szakkal, ez volt a híres Havas féle intézet, meg volt Budapesten is képzése, ami ezzel nagyon nem fülött a fogam, de hát elmentem, mert édesanyám azt mondta, hogy menjek el, és akkor ott beoszthatták az embereket különböző műhelyekbe, szerkesztőségekbe, és sport. És, és engem leginkább a nemzeti sport érdekelt, és olyan szerencsém volt, hogy odaosztottak be. Úgyhogy a lakatékáról a osztályába kerültem, és mondom, néhány hónappal azután, hogy még ott lelkesen olvastam a, a padalat, alatt, megszereztem a jogot arra, hogy ilyen szakmai gyakorlati órákra ö, bemenjek, úgymond betettem a, ö, hogy szokták ezt mondani, hogy az ajtórésbe betettem hát, a lábam. A Mondták, már. hogy akkor mostantól ti, mint lakat tanár úrnak az osztálya, bejárhattok ide körülnézhettek, figyelhettek, itt is maradhattok. Hát én onnantól kezdve ott, ott voltam. És úgy ott is maradtál, a sarokban, amíg, amíg főszerkesztő lett És kis túlzással azóta is ott vagyok. Ennagyom... Nyugtass meg, hogy nem a sarokban ülsz Nem, kisebb-nagyobb megszakításokkal, mert hát addig, először is addig ültem ott, amíg rám nem bíztak valami feladatot. Egy gyep szóló cikk volt az első, ami 1997. november, azt hiszem 13-án jelent meg a tollamból. És aztán a futbórovatba lettem gyakornok közben, közben Cibor Zoltánról készíthettem egy, egy, könyvet, még együtt kezdtük el a munkát, tehát ez is egy hihetetlen történet, nem voltam még húsz éves, amikor, amikor ez, ez, így alakult, ő nem sokkal korábban tért haza Barcelonából, az Arany csapat legendás balcésője, és aztán, és aztán dolgoztam a laborúgó Szövetségnél is, az is egy érdekes dolog volt, korábban nem létezett sajtóosztály, nem létezett honlap, egy ilyen nagyon érdekes időszak volt, amikor... Ez a 2000-es évek eleje. A 2000-es évek eleje, dr. Bozok Imre volt az elnök, és, és Gelle Imre volt a szövetségkapitány, aki mellett a válogatott sajtófőnöke is lehettem, és aztán visszatértem a kiadóhoz, ott jött a lehetőség, hogy Puskás Ferencről írattam egy könyvet, ami nem az én ötletem volt, és nagyon sokan nem is tartották jó ötletnek. Az idősebb kollégák már legyintettek, hogy mit kell már ezzel foglalkozni. Az, az előző. Ez visszatérve, hogy már, már az újságíró közegben is Igen. volt egy ilyen, ami durva egyébként szerintem. Igen, tényleg van. így volt, hogy én, én marha lelkesen mentem az ilyen összejövetelekre, évfordulókra, születésnapokra, de azért, mert a az akkor menő újságírók ezen nem nagyon foglalkoztak. Nekem meg ez volt a legnagyobb szám, hogy ott lehettem az akkor még közöttünk lévő Hideg Kutinándor, Cibor Zoltán, Puskás Ferenc, Rosis Gyula, Buzánszki közelében és akkor megjelent a Nemzeti Sport gondozásában a, a könyv 2005. szeptemberében, amit kis túlzással még csak azt mondhatom, hogy megváltoztatta az életem, mert ugyan ma is a Nemzeti Sportnál dolgozom, mint 20 egy néhány évvel ezelőtt, 98-ban vettek föl végül is három hónap próbaidőre szerződéssel, de közben volt egy majdnem tíz éves kitérő a Puskás Akadémiára, ahol és amikor olyan helyzetbe került a magyar futball, hogy már teljesen kilátástalan volt ez a gyurcsány kormány időszaka, amikor már szinte megszűnt a sport Magyarországon, az iskolai testnevelés a sportegyesületek megszűntek, a, a futballpályákat, sportlétesítményeket beépítették, eladták különböző ingatlan keretében. És hát nem volt sem a labdarúgó szövetségnek, sem a kormánynak egy, egy víziója, egy koncepciója mondjuk a futballra, amire, le, ami, amire megint csak nagyon leegyszerűsítés felületes és igazságtalan módon azt mondja, hogy a, a mai miniszterelnök hobbija, és ezért uh -huh. foglalkozik vele ilyen kiemelten az állam. Ami azért egy ostobasság, mert a futball olyan súlyú társadalmi kérdés, százezreket, de inkább milliókat. A családok válogatott éven. meccsek megmutatják, bocsánat, hogy nem csak a miniszterelnök hobbi, hanem hogy minden meccs telt házas nagyjából, és a televízió keresztül néző, nézőkről, pedig nem is beszélve. Igen, kintől, de, a, jó, de a, a, stadion, tehát nem volt olyan stadion, ahol ezt megélhettük volna, a népstadion majdnem összeomlott, a felső karéban már nem engedtek be nézőket, emlékezz vissza. Volt olyan időszak, amikor a televízió, és Vitai Tamás el kell mondani, cinikusan kijelentett, hogy, hogy, el, hogy amilyen drága a közvetítési jog, Annyit nem ér meg, nem érdekli annyira az embereket. Tehát, például, amikor én sajtófőnök voltam a válogatottnál, Svédországban játszottunk egy nagyszerű egy-egyes döntetlent, és nem adta a televízió Magyarországon a meccset, mert en azt mondta az van. akkori közszolgálati televízió sportfőszerkesztője, vagy csatornaigazgatója, nem tudom micsoda, hogy ez nem érdekli az embereket. Úgyhogy innen indultunk, és innen, innen kellett újjáépíteni a futballt, és a Puskás Akadémia más futballakadémiák mellett volt az egyik ilyen projekt, ahol, ahol azt mondták, hogy ha már az MLS a kormány nem tud csinálni, és nem is akar csinálni semmit, vagy nem tud, az egyik inkább a másik talán nem akar, akkor létesültek ilyen oázisok a ahol magánemberek, Várszegi Gábor, George F. Hemingway, azt mondták, hogy akkor saját pénzből, akkor támogatók be, magántámogatók bevonásával Orbán Viktor felcsúton létrehozott egy alapítványt, és magáncégeket hívott segítségül a kezdetekkor a 2000-es évek közepén, hogy akkor csináljunk valamit, egy intenzív képzést, amit akadémiának lehet nevezni, ahol bent laknak a diákok, ahol csak a tanulással és a futballal kell foglalkoznunk, ahol megfelelőek a létesítmények, és aztán hát ma már tulajdonképpen nem is ezeké az akadémiák a vezető szerep, hiszen ma már több mint ezer futballpálya létesült vagy újult meg az elmúlt 10-12 évben, ami nagy számnak tűnhet, de ez nem nagyobb szám, mint amennyi megszűnt a rendszerváltást követő tehát, nem, széfben. Igen, tehát hogy ahhoz kell mérni, hogy előtte viszont nem, <hül> sőt nem megszűnt, hát egyébként én mindig visszagondolok a gyerekkoromra, és összehasonlítom a mai korra, hogy mondtam, vidéki településeken járok kellek, a mai fejér, és azt látom, ott is egy műfüves pálya, ott is egy műfüves pálya, gyerekkorunkban meg a betonos pályáknak örültünk, hogyha voltak nagyjából, tehát hogy ez, ez volt a felállás. Ez így van, és és hát ez egy adósság törlesztés igazából, mert, mert évtizedekig pusztult a, a sport infrastruktúra, úgyhogy most nagyon rövid idő alatt kellett behozni azt, ami 50-60 évig csak, csak, csak pusztult. Hát igen. Nagyon érdekes, amit mondasz egyébként. Nagyon kevés időnk marad, de mindenképp érdekelne, hogy ugye te amellett, hogy főszerkesztő vagy, hát olyan eseményekre jársz, ahol a világsztár labdarúgókkal találkozol. Tényleg nagyon kevés időnk marad. Milyen élmény, amikor, nem tudom, Cristiano Ronaldoval személyesen találkozol, és a másikat, a kisebbet nem is említeném, de hogy a, a, a világ legkomolyabb labdarúgójával, mondjuk Cristiano Ronaldoval, tényleg. Igen. Szerintem mindig tanulságos minden mozdulat, a gesztus, a mondata egy-egy ilyen nagyságnak. És megadatott az, hogy ö, nálunk is voltak ilyen nagyságok, és sokat próbáltam a közelükben lepzselni, De még Pulsándort is ide sorolom, aki a szakmájában világlassz is volt. Ö, és mindig nagyon érdekelt, hogy hogy viselkednek, mit mondanak, milyen gesztusaik vannak, úgyhogy szerintem ez nagyon érdekes. Természetesen a ö, Természetesen Öcsi bácsi révén juthattam el először aranylabda gálára, FIFA kiosztókra, hiszen bekerült a FIFA puskás díja a programban, a, a programba, és azóta is most már 13. éve ott van. És hát persze elragadott a hév, és mindenféle talán fölösleges dolgot is mondtam, de ha már megtisztelti azzal, hogy egy ilyen portréműsorban itt lehetek, ahol leginkább a futball politikai vonatkozásairól beszéltünk, akkor, akkor hadd mondjam, akár a kérdésedet megelőzve is, hogy hogy persze az utóbbi másfél évtizedben azért a család van de talán az első helyen, és lehet, hogy túl szemérmes is vagyok arról, hogy, hogy erről, erről beszéljek, de ugyanakkor meg nem, nem, nem igazságos, hogyha nem említem meg őket, hogy milyen sok E, erőt kapok tőlük, meg milyen, e, milyen e, nagyszerű egy ilyen háttérrel a hátam mögött vívni ezeket az egyébként nem túl ízléses küzdelmeket a, a mindennapokban, e, amiből hát remélem, hogy minél a, ennek a negatív hatásaiból minél kevesebb jut el hozzájuk, de egy szó mint száz a feleségem segítségére, meg a három kislányomra is nagyon büszke vagyok. És nélkülek nem is menne az a teljesítmény, amit ez a sok feladat, Megoldása, amelyet, amelyet viszel, amelyet művel. Ez hát biztos, hogy így van. Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Az az igazság, hogy még valószínűleg órákon keresztül tudnánk beszélni a magyar futball alakulásáról, jövőjéről, múltjáról. A Egy fociószín. következő Igen. alkalommal visszatérünk. Na, nagyon szépen köszönöm, nagyon hogy szépen itt köszönöm, voltál. Is Nektek is nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Jövő héten ugyanekkor, ugyanitt találkozunk. Mi vagyunk a magyarok.